Havas Gábor szociológus, politikus, Kemény István tanítványa, munkatársa, szerzőtársa, a szegénykutatás és a cigánykutatás kiemelkedő alakja. Egyébként a keményistván.hu honlap, mint ahogy elhangzott, egyik fenntartója és motorja. Kemény István 1966-ban összeállított egy kötetet Max Weber különböző munkáiból. Ez akkor elég nagy szó volt, mert Max Weber egyáltalán nem volt benne még a tudományos köztudatban sem nagyon. És ez a kötethez írt egy nagyon alapos, nagyon mély elemzéseket tartalmazó előszót, amelyben többek között az alábbi mondatok is szerepeltek. Max Weber jellemzéseként. Tárgyalagosságra törekvés a tendenciák megítélésében, ugyanakkor szenvedélyes állásfoglalás, a szabadság, a humánus értékek, a szabad és univerzális érdeklődésű emberi személyiség mellett, hit abban, hogy a jövő nem egyértelműen meghatározott, hanem az lesz, amivé az emberek teszik, és mégis, vagy talán éppen ezért, komor pesszimizmus a humanizmus ügyét illetően. Na most azt gondolom, hogy ennél pontosabban saját magát se jellemezhette volna, mert hogy ez nagyon ráillenek ezek a mondatok, és biztos, hogy ha nem is feltétlenül tudatosan, ezt a saját jellemzéseként is fogalmazta meg ezeket a mondatokat. Olyan családban született, ahol az apa még a házasság előtt kikeresztelkedett zsidó volt, az anyja pedig katolikus horvát családból származott, és már ez a kettősség is egy sajátos helyzetet teremtett. Egy kései beszélgetésben, amelyiknek az egyik résztvevője ő volt, és amely vissza akar tekinteni az ifjúkorra, egy fiatalkorától hűségesen kitartó barátjával együtt, ebben elhangzik az a mondat, hogy sokszor éreztem úgy, hogy én ebben az országban tökéletesen idegen vagyok. Vagyis egész életén végigvonult, mint ahogy ez a Weber idézetből is érzékelhető, egy kettősség. Egy hit abban, hogy érdemes tenni a humánus értékekért, egy hajlandóság a cselekvésre, a cselekvés különböző módjaira, az aktív politikai cselekvéstől kezdve a társadalom elemzésén át, mindenféle gyakorlati lépésekig, másfelől viszont végig kísértett egy szkepszis, amely részben az élményekből, a mindennap megtapasztalt élményekből táplálkozott, részben talán abból, hogy túl sokat tudott a világról, és ezért nem tudott teljes elköteleződéssel, teljes hittel hinni abban, hogy ez igazán megváltoztatható. Azok a ifjúkori barátaik együtt jártak vele a gimnáziumi osztályba, úgy jellemezték őt visszatekintésekben, hogy bizonyos mértékig a sehová nem tartozás jellemezte. Tehát, hogy abban az osztályban, amelyikben nagyjából kialakultak azok a társadalmi származás szerinti, vagy társadalmi háttér szerinti csoportok, amelyekhez hozzátartoztak a keresztény középosztály képviselői, de hozzátartoztak szegényebb gyerekek is, akik a katolikus egyház támogatásával tudtak bekerülni ebbe a gimnáziumba. Szóval ott, ahol nagyjából mindenkiről lehetett tudni, hogy hova tartozik, ő leginkább sehova sem tartozott. De aztán több ilyen alakja vagy tagja is volt ennek az osztálynak,
aztán ebből a sehova nem tartozásból, illetve azokból, akik ezt a sehova nem tartozást képviselték egy darabig, vagy testesítették meg, azokból kialakult egy olyan baráti kör, amelyik már cselekedni is akart. Arról volt szó, hogy egy másfajta gondolkodásmód, egy másfajta felfogása az életnek. Egy szembenállás ezzel a közönségességgel, ami akkor uralkodott, és ebből a logikából következett, hogy mi nyugat barátok voltunk, és nem német barátok. És ebből a megállapításból, vagy ebből a különbségtételből nagyon hamar következett a cselekedni akarás vágya. Már hatodikos korában, amikor Németország ugye megtámadta Jugoszláviát, és a támadás megvalósítása érdekében keresztül vonult Magyarországon, ő kisétált a Dunapartra, látta átvonulni a német csapatokat, és látta, hogy a cselédlányok kivonulnak és lelkesen integetnek a fes német katonáknak, és már akkor egy osztálytársával nekiálltak ennek az élménynek a hatására leveleket írni. Emlékei szerint 100 ilyen levelet írtak meg, és azt különböző helyekre elküldték, és ebben a levélben valami olyasmi volt, hogy ez rettenetes, ez tűrhetetlen, ez elfogadhatatlan. Nyilván egy kicsit ilyen naív módon elővezetett, a pontos tartalmára természetesen már ő sem emlékezett ennek a levélnek, és alig, hogy befejezte középiskolai tanulmányait már 43 őszén, olyan szervezetet keresett, ahol ezt a politikai cselekedni akarást meg tudja valósítani. Elment a szociáldemokratákhoz is, de azok nem tetszettek nekik. És így aztán eljutott a Kisgazdapárt polgári tagozatának egy ifjúsági csoportjához, és oda be is lépett. És ennek a következménye egy év múlva az lett, hogy baráti körével együtt részt vettek ilyen iskolai füzetekhez való vinnyettákra írt jelszavak falra ragasztgatásában, illetve maguknak a vinnyettáknak falra ragasztásában, meg ecsettel fölfestett jelszavak. Ecsettel is festettek föl jelszavakat a házfalakra. Ezeken ilyen jelszavak voltak, hogy halál a németekre, meg békét. Ugyanakkor a baráti körnek több olyan tagja volt, akinek hamis papírokra is szüksége volt, és akkor részt vettek hamis papírok gyártásába, pecséteket készítettek, vagy loptak el pecséteket, például nyilasoktól is, és ezeket aztán felhasználták. Szóval folyt a hamis papírgyártás is, és voltak, akik lebuktak ezekkel a hamis papírokkal, és ennek nyomán eljutott a hatóság, eljutott magához Kemény Istvánhoz, akinek egyébként a lakáson is több ilyen hamis papírok gyártásához szükséges pecsét volt. Egy százados és egy őrmester szállt ki hozzá, és azt a Pista úgy ítélte meg, hogy a százados az már le akart létszelni, elege volt az egészből, és ezért hát azt mondta, hogy micsoda disznóság ez, és így tovább maradjon itthon, és majd fognak jönni érte, és ezzel elment, és ezzel nyilvánvalóvá tette, hogy adott egy egérutat, és akkor el lehet szökni. És ekkor jön az a helyzet, ami bizonyos mértékig szintén végigkíséri az életét. Egy lakásban lakott a bátyjával, és rögtön mondta a bátyjának, hogy tűnjünk el gyorsan, amíg még lehet. És a bátyja nem akart elmenni, nem volt hajlandó menni, és akkor a Pista is otthon maradt. Ott maradt, nem ment el, és másnap hajnalban jöttek érte, és bevitték a Margit körúti fegyházba, ahol ott a
nyilas számonkérő szék uralta a terepet. Erről mondta Pista, hogy amikor oda bekerült, az ember itt rájön, hogy ő csak egy poloska. Az egy kellemetlen élmény, és azt hiszem, hogy egyszer mindenkinek keresztül kell mennie rajta, de úgy, hogy utána 3 óra múlva kiderüljön, hogy nem igaz az egész, hogy egyszer rájöjjön, hogy ez is megtörténhet. De hát ennél persze még fontosabb, hogy mik voltak azok a szellemi alapok, azok a szellemi hatások, amelyek aztán az ő későbbi pályáját meghatározták. Ott kezdem, erre Kossuth Krisztina is utalt, hogy elképesztően sokat olvasott már egész fiatal korában. Nekem az egy egészen különleges élményem volt, hogy ő milyen rövid idő alatt mennyi mindent képes elolvasni, és úgy, hogy amit elolvas, annak minden szavát megőrzi a fejében. Valami fajta gyorsolvasási technikája lehetett, de mondom úgy, hogy semmi sem veszett el ennek az olvasási technikának köszönhetően. A barátai is úgy emlékeznek vissza, amikor fölmentek hozzá, oszlopokban álltak a könyvek, és ők, akik két ilyen barátja is van, akik keresztény középosztályi körből jöttek, számukra ez egy teljesen új dolog volt. Szóval fel sem merülhetett, hogy ők ennyi könyvvel és ilyen sokféle könyvvel találkozzanak. Tehát volt benne egy hihetetlen szellemi érdeklődés, és mindennek utána ment, mindent megpróbált megismerni, amiről azt gondolta, hogy érdekes és fontos. Például a Kokályer már gimnazista korában beült a könyvtárba, és végigolvasta Németh László tanújának az egyes évfolyamait. Gondolom, ezt olyan nagyon sokan abban az időben nem tették meg. És azt mondta, hogy neki nem az volt az érdekes, hogy Németh László mit gondol a korabeli Magyarországról, milyen reformjavaslatai vannak. Neki az volt az érdekes, hogy ott Németh László ablakot nyitott a világra, egy csomó olyan nyugati szerzőre, Ortegától, nem tudom kicsodáig, hívta fel a figyelmet, amelyek érdekesnek tűntek, és akiket érdemes volt megismerni. Szintén nagyon korán elolvasta Erdei Ferenc munkáit és Szabó Zoltán munkáit, akik viszont abból a szempontból voltak nagyon fontosak, hogy tudósították arról, hogy mi van Magyarországon, mi van ebben az országban, és ezek a hatások is életre szólóak voltak. És akkor jön az egyik legfontosabb hatás, illetve ez is már egész korai 5-es, 6-os gimnazista kortól működő hatás, amire Krisztina is utalt, a Tolsztoj. Ez fantasztikusan hatott rám. Az, hogy tisztességesen gondolkodni, az azzal kezdődik, hogy az ember nem keres olyan nagyon sok pénzt, hanem úgy él, mint a többiek, és hogy az élete az egy áldozat. Most már, ma ez mind nevetséges, de borzalmasan hatott rám, és hát nagyon nagy mértékű befolyásolta a cselekedeteimet is egy darabig, vagy egy nagyon hosszú ideig. Na most ez a tolsztoji felfogás, ahogy én átéltem, azért az egy ilyen eszményi, vagy hogy mondjam, idealisztikus kommunizmus, tehát bizonyos fenntartásokkal, idézőjelekkel, zárójelekkel. Azt mondhatnám, hogy 8. gimnáziumban, 18 éves koromban én kommunista voltam. Nem lenini, hanem tolsztoji alapon. Ebben benne van, hogy a szegényeknek mindig, mindenkor igazuk van, és hogy aki nagyon sokat keres, az már ettől kezdve tisztességtelen. Tehát ez volt az egyik és meghatározó hatás, de ebben az időben volt még több nagyon fontos hatás. Például azt mondja, hogy mire ő a kisgazda pártig eljutott, már georgista volt, mert olvasta George főművét, Henry George főművét, a Haladás és szegénységet. A kisgazdapártban megismerkedett valakivel, aki aztán összehozta a
Georgizmus legkiválóbb magyarországi képviselőivel, Sós Aladárral és Pikler J. Gyulával. Először egyébként Pikler Gyulánál 44. március 18-án járt, tehát egy nappal azelőtt, hogy a németek megszállták Magyarországot, és ott volt valaki a társaságban, egy MT-nél dolgozó ember, aki már ezt előző nap tudta, hogy másnap bejönnek a németek. Tehát ez az első találkozás a georgistákkal, vagy a georgizmus egyik legjelentősebb magyarországi képviselőjével így kapcsolódott össze az adott történelmi politikai helyzettel, vagy pillanattal. Később elsősorban Sós Aladárral került nagyon szoros kapcsolatba, és ez az egész baráti kör, ami őt körülvette, rendszeresen járt fel, már 45 előtt, de 45 után is Sós Aladár Keleti Károly utcai lakására, és ott mindenről szó volt, de hát természetesen elsősorban a georgizmusról. Most a Pista azt mondta, hogy ugye Sós Aladárt és Pikler Gyulát is liberálisnak tartották, sőt csúfolodva azt is mondták rájuk, hogy ők a manchesteriek, de ő szerinte az egyáltalán nem igaz, hogy ők ne álltak volna a szegények pártján, ő szerinte az osztrák iskola képviselői Mises Hayek is, de még inkább Sós Aladár és Pikler Gyula nagyon is a szegények ügyét képviselték, csak nekik az volt az álláspontjuk, hogy a tőke önmagában, George alapján egyébként, hogy a tőke önmagában nem nyújt lehetőséget a kizsákmányolásra, az, hogy valaki gazdag, nem nyújt lehetőséget a kizsákmányolásra, hanem csak a monopól helyzetek, tehát egy termelési helynek, vagy egy lakóhelynek a birtoklása, az nyújt erre lehetőséget, ugyanis a tőkejavak szinte határtalanul szaporíthatók, ugyanakkor a Föld, abban az értelemben, hogy a glóbusz, ahol mindenkinek kell egy kis hely ahhoz, hogy létezni tudjon, ahhoz, hogy termelni tudjon, az véges mennyiségben áll rendelkezésre, és ráadásul annak értékét nem az egyén, hanem a közösségi erőfeszítések, a civilizáció fejlődése határozza meg. Ez a Georgi gondolat is végigvonul kemény pályafutásán. És még egy nagyon fontos hatás volt Hajnal István, a történész. Azt lehet mondani, hogy kemény egész szociológiai pályafutását, egész szociológiai szemléletét alapvetően határozta meg. A hatalom története, hogy ki uralkodik, hogyan uralkodik és milyen módszerekkel, ez Hajnalt nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy közben hogy változtak az agrárviszonyok, az ipari termelés viszonyai, az emberek életmódja. Ennek hallatlan vonzereje volt számomra, aki egy abszolút uralmi rendszerben élő országban éltem, és akinek az uralom nyilvánvalóan ösztönösen büdös dolog volt. Szóval egy olyan történész, akit nem érdekelnek az uralmi viszonyok, annak van egy óriási fória a meggyőzésben, és hogy az apró tények és a kis tények izgatják őt, és hogy hogy alakul egy faluban a helyzet. Sorolhatnám azokat a elemeit a hajnali életműnek, Hajnal munkásságán, amelyek nagyon nagy mértékben hatottak a Pistára, de van egy érdekes összefüggés, nevezetesen, hogy Pistára nagyon erősen hatott az anarchizmus is, főleg Kropotkin herceg alapján, elolvasta az ő francia forradalomról írott művét, és baráti körének néhány tagjával 45 után meg is alakították az anarchisták szövetségét, amelynek kidolgozták az ideológiáját. A közgazdaságtan a georgista volt, de politikai értelemben ők Hajnal Istvánt és Lenint összekapcsolták, és a kettőből együttvéve következett az ő számukra az,
kiindulva abból a lenini tételből, hogy az állam majd valamikor el fog tűnni, hogy el fog halni, de hogy ezt sietetni kell. Ezt nem szabad megvárni, hanem igenis belátható időn belül az államot fel kell számolni, és hogy ennek az ad reális alapot, hogy szerintük a kommunista pártban kétféle ember van, a bürokrata és a forradalmár, és a bürokraták tovább erősítik az államot, de aztán akkor majd jönnek a forradalmárok, akik elsöprik őket. Szóval ezek természetesen ilyen sok elemében naív dolgok voltak, és az egyes elemei nagyon nehezen is voltak összeegyeztethetőek, de ahogy a Pista később mondta, az ember fiatal korában nem nagyon foglalkozik azzal, hogy amiket gondol, azok mennyire összeegyeztethetőek. Később pedig, amikor már tudja, hogy nem összeegyeztethetőek, akkor azt is tudja, hogy hát ezeket reménytelen is mind összeegyeztetni, tehát akkor meg azért veszi tudomásul ezt a dolgot. Most ennek a baráti körnek függetlenül attól, hogy összejöttek és ilyeneken gondolkodtak, volt egy alapdilemmája, amely leginkább a Martin Dugár Tibó családjával jellemezhető, tehát ott van az Antoine, aki orvosnak készül, és van a Jacques, aki forradalmár lesz, hogy melyik utat válasszák. És a baráti kör minden tagja beiratkozott valamilyen olyan egyetemre, ahol lehetett polgári egzisztenciát építő tanulmányokat folytatni, hárman az orvosi egyetemre, egy további tagja a baráti körnek pedig a műszaki egyetemre, építész szakra iratkozott be, de ott munkált bennük az, hogy hát nem biztos, hogy ezt kell csinálni. Na most, de már 46 márciusában arra a belátásra jutottam, hogy engem végeredményben semmi más nem érdekel, mint a gazdasági, szociológiai és politikai kérdések. Erre vagyok kíváncsi, ezzel akarok foglalkozni. Kár erőltetni ezt az orvostudományt, mert kényszerűségből, önfegyelemből képes az ember letenni az összes vizsgákat, de úgyis csak az lenne a vége, hogy miután már megvan a diploma, akkor is csak társadalmi kérdésekkel akarnék foglalkozni. Most ez úgy hangzik, mint egy elhatározás, amelynek nyilván megvan a maga következménye, hogy ott hagyja az egyetemet, az orvosi tanulmányokat, de egy barátja beszámolója szerint, aki szintén oda járt, ez nem egészen így történt, hanem elment egy szigorlatra, ahol elkezdett vitatkozni a professzorral, a professzor bedühödött és megbuktatta. Akkor pótvizsgát kellett tenni, újra elment, ugyanaz lezajlott még egyszer, megint kirúgták. Akkor már csak különleges engedéllyel vizsgáztatott harmadszor, de akkor ugyanez játszódott le, és így módon távozott, hogy úgy mondjam, az orvosi egyetemről. Ez a két barát akkor mód volt arra, hogy egymás szigorlatait végighallgassák, és jelen volt ezeken a szigorlatokon, tehát a beszámolójuk hitelesnek tekinthető. Tehát ebben megint benne van a Kemény István magatartásának egy olyan vonása, amelyik többször, mint látni is fogjuk, előjön az életben. Most itt 45 és 48 között mindenféle dolgok történtek. Elment oda, ahol a földet osztották, és tanúként végignézte, mert borzalmas módon érdekelte, hogy ott mi zajlik, hogy erre a helyzetre az emberek hogyan reagálnak, és így tovább ment a Kistexbe munkásszociográfiát csinálni, és így tovább. De minden esetre az állandó helykeresés mozgatta, és 46-ban kilépett a Kisgazdapártból, mert úgy látta, hogy már nem tud tovább azonosulni a Kisgazdapárt szemléletével, nem tud azonosulni annak vezetőivel, és így tovább. Majd pedig 47-ben belépett a kommunista pártba, amit később egyszer nem tudott teljesen megmagyarázni, hogy miért tette,
De valahogy úgy próbáltam magyarázni, hogy abban, hogy azt gondolta, hogy közte és a kommunisták között csak az a különbség, hogy ők meg akarják várni az állam elhalását, ő pedig nem akarja megvárni, hanem minél hamarabb meg akarja valósítani. Na most Hajnallal és Sorssal kapcsolatban, mert Hajnalnak is járt egy szemináriumára annak ellenére, hogy egyébként orvosi tanulmányokat folytatott. Szóval mind a kettőjükre azt mondta, hogy hihetetlen kedves, nagy kisugárzású, rendkívül toleráns, empatikus emberek voltak, akik soha nem akarták a maguk véleményét a másikra rákényszeríteni, és így tovább. Szóval ilyen értelemben is nagyon nagy hatással volt a Pistára, hatással voltak a Pistára, és ennek következtében valószínűleg ez a hatás is szerepet játszott abban, hogy a továbbiakban pedagógusként próbált működni. Noha ezzel kapcsolatban is voltak mindenféle kétségei. Mindenesetre először egy rövid ideig tanított egy óvónokképzőben magyar nyelv és irodalmat, majd annak a Lázár Györgynek a hívására, akit Kossuth Krisztina is említett, az 56 utáni, illetve az 59-es találkozással kapcsolatban, hívta az Apáczai gimnáziumba, amelyhez egy kollégium is tartozott, és amely így módon a NÉKOSZ részét képezte, egy kísérleti gimnázium volt, és hát számos ottani tanítványának a visszaemlékezéseiben tudom, hogy egészen különleges hatást gyakorolt a Pista őrájuk, egy életre szóló hatást, és nem csak hatást, hanem a kapcsolat is nagyon sokakkal, én legalábbis csak ilyenekkel beszélhettem, még hosszú ideig fennmaradt. Tehát az ő szempontjukból ez valami csoda volt, egy felejthetetlen élmény. A Pista szemszögéből nézve viszont sokkal ambivalensebb volt, mert ő erre úgy emlékszik vissza, hogy állandóan azt érezte, hogy ez egy csalás. Nem azért, mert ő akar csalni, hanem van valami hamisság ebben a dologban. Tudnélik, ő neki egy életmintát, azt várják tőle, hogy adjon egy életmintát, de ő erre nem képes. Minden esetre itt is megjelenik az alapállás, hogy bizonyos helyzetekben egy kis provokáció nem árt. Az egyik tanítványa készült egy kerületi szavalóversenyre, ahol a kötelező vers a verszi bárdok volt, de hogy mi legyen mellé a szabadon választott, és hát persze akkor szinte mindenki ilyen mozgalmi versekkel jelentkezett, és a Pista végül is azt javasolta neki, hogy Rimbaud az első Este című versét mondja el, amelyik egy ilyen erotikus felhangú pajzán vers, és hát meg is történt, hogy ezt mondta el, amivel tomboló sikert aratott a közönség körében, de nagy letolást kapott a zsűritől. De hát ebben is benne volt az, hogy noha akkor éppen pártag volt, és ahogy ő maga mondta, azoknak a maszlagoknak, amelyek akkor divatban voltak, a kétharmadát ő is elhitte, tehát csak abban különbözött a többiektől, hogy a 100%-át nem hitte el. Mégis állandóan benne volt ez az ösztönös szembehelyezkedés, hogy valahogy jelezni kell, hogy ez így nincs jól. Ezt a gimnáziumot, illetve a hozzátartozó kollégiumot aztán megszüntették nagyon hamar, a jellegzetesen arra az időkre jellemző módszerekkel és okokból, és akkor a Lázár György elment az egyetemre tanítani, és magával vitte a Pistát gyakornokként, és ott megint ez a szemtelen szembeállás ilyen-olyan pici jelekben jelentkezett, akkor például a pedagógia tudományban Kajrov nevű szovjet pedagógia tudóst kellett előnyben részesíteni, az ő műveit kellett betéve tudni, és vizsgáztatott valakit, akinek Kajrovból kellett felelnie, elmondta, és akkor a Pista azt mondta, hogy hát te jobban ismered Kajrovat, mint én.
amiből akkor még nem lett botrány, de nem olyan sokkal később történt az, hogy előadást kellett tartania a munkaerőtartalékok hivatalában olyan művezetőknek, akiket szakoktatóvá akartak átképezni, és akkor ebben az előadásban valahogy szó volt Freudról, és elhangzott az a mondat, hogy a freudisták valószínűleg azt mondanák, hogy Sztálin azért lett forradalmár, mert szerelmes volt az anyjába. Na most ezt azonnal följelentés követte, azonnal pártfegyelmi követte, és kirúgták a pártból is, és az egyetemről is. Vista erről nagyon szégyenkezve beszélt, nem is nagyon akart beszélni, azt mondta, hogy hát ez egy hülyeség, hogy ő nem mérte föl azt, hogy ennek ilyen következményei lesznek, de én azt hiszem, hogy azért a lelke mélyén mindezt azért csinálta, mert tudta, hogy ilyen következményei lesznek, és akarta, hogy ilyen következményei legyenek, mert ki akart szállni az egészből. Ezt követően nagy nehezen, ilyen-olyan személyes kapcsolatok révén pedagógusi munkakörökben dolgozott, először Piris-Szent Ivánon, aztán egy közgazdasági technikumban, aztán amikor az egy másik technikummal összevonták, és őt létszámfelettivé nyilvánították, akkor pedig helyettes tanár lett a 13. kerületben Angyalföldön, ahol hát több, mint helyettes tanár több iskolában is megfordult, de többnyire olyan iskolákban, ahol a gyerekeknek egy nagyon nagy hányada jött nagyon szegény családokból. Az iskolában borzalmas állapotok uralkodtak, ő a maga sarkított fogalmazásával ezt úgy jellemezte, hogy a tanárok verték a gyerekeket, illetve voltak ilyen törékenyebb tanárnők, akiket a gyerekek vertek, de ő ebben a helyzetben valahogy szót értett ezekkel a gyerekekkel, rájött arra, hogy nem lehet azt tanítani nekik, ami kötelezően elő van írva, történetesen nem érdemes nekik Adit tanítani, mert ez nagyon messze van tőlük, és inkább elővette Móricznak a Rózsa Sándor című művét, abból olvasott fel, és azt beszélték meg, és ez érdekes volt, és le tudta kötni a gyerekeket. De nagyon fontos mozzanat az, hogy érzékelve azt, hogy milyen sok gyerek milyen borzalmas családi háttérből, milyen nyomorult körülmények közül jön, elkezdett szisztematikusan ezzel kapcsolatos adatokat gyűjteni, elment a családoktól, kikérdezte őket, és ennek alapján összeért bizonyos dolgokat, és próbálta számolgatni, hogy ezekben az iskolákban járó gyerekeknek hány százaléka tekinthető mindenféle értelemben, mai szóval élve, mély szegénynek, és aztán ennek a tapasztalatait, ennek a működésnek a tapasztalatait hasznosítani tudta a Petőfi kör pedagógiai vitájában, ahol erről is beszélt, de főleg arról, hogy azért is meg kell adni a tanítás szabadságát, hogy a tanár alkalmazkodva a tanítványaihoz ne a kötelezően előírt anyagot tanítsa, hanem azt, amit az adott közegben értelmesnek lát, és nem csak a tanárnak kell megadni a tanítás szabadságát, hanem a diáknak is. Tehát őnek is lehetővé kell tenni, hogy ennek megfelelően tanulhasson. Tehát benne volt az 56 előtti forrongás légkörében, maximálisan benne volt, még a kollégiumi vitán is volt egy hozzászólása, mert hogy javaslatokat is kidolgozott, hogy hogyan lehetne ezeknek a nagyon szegény és a iskoláztatás tekintve is teljesen reménytelen helyzetben levő gyerekeknek mégis valamilyen lehetőséget adni, és hát ilyen lehetőségnek tekintette a népi kollégiumot, vagyis ahhoz hasonló intézmények létrehozását. 56-tal kapcsolatban megint megjelenik ez a kettőség. Amikor a tömeggel együtt vonult át a Margit hídon, és mentek a Bem tér felé,
akkor hihetetlen boldognak érezte magát, és ez az érzés teljesen eluralkodott rajta. Amikor hajnalban már a parlament és a rádió után végül is hazament, akkor már nem volt ilyen felhőtlenül boldog, mert eszébe jutott, vagy felmerült benne, hogy ezt az egészet le fogják verni. Ez nem lehet sikeres. Tehát ez a kettőség itt is megjelenik, és noha továbbra is teljes lelkesedéssel vetette bele magát a forradalomba, és az oroszok bevonulása után is aktív maradt, eljárt például a munkástanács üléseire, akkor is felmerült benne, hogy abban az adott helyzetben akkor lehetne valamit elérni, ha itt egy kőkemény, három hónapos általános sztrájk lenne. Ugyanakkor belátta, hogy a magyar munkásságnak nincsenek a hosszú, kitartó, szívus küzdelemre való vonatkozó tapasztalatai, tehát ezt nem lehet elvárni. A rendszerváltás után több menetben végül sikerült Kemény Istvánnak megkapni a titkosszolgálati anyagokat, és ezekből az anyagokból az derült ki, hogy már 56. decemberétől kezdve folyamatosan követték, lehallgatták a telefonjait, és így tovább. Tehát nagyon alaposan megfigyelték, és 57. májusában letartóztatták, 4 évre ítélték, és a 59-ben hoztak egy kis, még nem a nagy, de egy kis amnestiát, amelyben a 4 vagy kevesebb időre elítéltek büntetését megfelezték, és így szabadulhatott ki 2 év után. Kiszabadulás után egy rövid ideig a fordítás hitelesítő irodának végzett ilyen teljesen érdektelen fordításokat. Írt ismeretterjesztő cikkeket mondjuk a szakmunkás képzés lapjába, először még Kemény Flóra, vagyis a felesége nevén, később már a saját nevén. És aztán 1961-ben megalakult a MTA szociológiai kutatócsoportja Hegedűs András vezetésével, és akkor elment hozzá, ismerte őt még a Györfi kollégiumos időkből, hogy nem venné el őt fel, és akkor azt mondta neki a Hegedűs András, hogy hát most vettem fel a Lőcsei Palit, ilyen rövid időn belül 256-ost nem tudok fölvenni, úgyhogy így erről a lehetőségről lemaradt, de azért a Hegedűs megbízta azzal, hogy terben volt akkor egy falukutatás Gyöngyöstarján, Gyöngyös-Solymos és Nagyréde, 3 heves megyei községben, és hogy menjen el oda, végezzen ilyen előtanulmányokat, abból írjon valamit, és erre épülhet majd a későbbi kutatás. Ezt meg is tette, és akkor született a Falusi Társadalom képe című tanulmánya, amelyben már megfogalmazza azt, amit később több megközelítésben visszatérően megírt, nevezetesen azt, hogy ugyan létezik egy hatalmi szerkezet, amelyet a párt diktál, és amely annak a logikáját követi, de emellett létezik egy teljesen más társadalmi szerkezet is, amelyet a múlt határoz meg, a tradíció határoz meg, és az a kettő egymás mellett létezik. Hogy akkor azért bizonyos körökben működött a társadalmi szolidaritás, az bizonyítja, hogy többen próbáltak neki segíteni, és akkor valaki beajánlotta a Széchenyi könyvtárba, a szakozó részlegbe, tehát ott kapott egy állást, és nem sokkal később az Andorka Rudolf, akivel jobban volt, beajánlotta őt a KSH-ba, ahol akkor kezdtek egy rétegződésvizsgálatot, és a Ferge Zsuzsa, aki már benne volt ebben a vizsgálatban, keresett maga mellé még egy embert, és akkor ott is lett egy félállása, és tulajdonképpen a szociológiába való igazi visszatérése, vagy nem is visszatérés, mert korábban csak érdekelte, meg foglalkozott vele, de soha nem abból élt. Szóval a szociológiában való elindulása innentől datálódik.
Ebből a rétegvizsgálatból ő a mobilitási fejezetet írta meg. Ez a tanulmánya, amely ennek a kutatás, vagyis a, igen, a vizsgálat eredményeit összegezte, nagyon fontos volt abban az időben. Ugye szembeállította egymással a kilépési és belépési mobilitás adatait, és végül is ebből részleteket most nem ismertetve arra a következtetésre jutott, hogy a mobilitás nagysága nem annyira a politikai rendszertől, a politika szándékaitól, célkitűzéseitől, hanem a gazdasági fejlettségtől függ, mert a gazdasági fejlettség határozza meg azt, hogy milyen mobilitás lehetséges, és kik milyen irányba mozdulhatnak el a kiinduló pozíciójukból. De ugye a mobilitás, mint olyan, később a munkaskutatásoknak is egyik nagyon fontos szempontja volt. A 80-as évek végén jött létre az a helyzet, amikor egy nagyon rövid ideig ugyan, de tényleg ilyen eszményi állapotok keletkeztek, mert szinte egyszerre több nagyon érdekes témában végezhetett kutatást. Ekkor szinte párhuzamosan folyt a gazdasági vezetők vizsgálat, és a szegényvizsgálat és a cigányvizsgálat, sőt, többféle munkásvizsgálat is, de hát ez az aranykor, hogy úgy mondjam, egészen rövid ideig tartott. 1970-ben rendeztek a jövedelem eloszlásról egy konferenciát a Tudományos Akadémián, és ott felkérték, hogy tartson egy, vagy mondjon egy hozzászólást. Azt mondja, hogy választhatta volna azt, hogy ilyen általános értelemben beszél a szegénység problémájáról, egész pontosan az alacsony jövedelműek problémájáról, mert a szegénység kutatás olyan címen folyt, hogy alacsony jövedelem, mivel hogy nem volt, akkor tabu volt a szegény szó, tehát ezt így nem lehetett kimondani, hogy Magyarországon vannak szegények. Tehát beszélhetett volna mondjuk arról, hogy Friedman és a negatív adók, vagy valamilyen semleges témáról, és megúszhatta volna, és hogy ő nagyon pontosan érezte előre, hogyha azt mondja, amire gondolt, hogy mondani kéne, akkor ebből botrány lesz. Ennek ellenére azt gondolta magában, hogy ott van egy csomó fiatal, akivel ő kapcsolatban van, ő nem fog egy ilyen elkenős dumát mondani, hanem ő a probléma lényegéről fog beszélni. Akkor még ugyan már a felvétele megvolt a szegény vizsgálatnak, vagy alacsony jövedelmi vizsgálatnak, de az eredményei még nem voltak meg, és ezért elsősorban a Pest megyei munkások és a Csepeli munkások című kutatásokra támaszkodott, és hát ennek alapján mondta el a hozzászólását, amelynek a leglényegesebb része a következő volt. Valójában az alacsony jövedelem fogalma szűk és önmagában nem értelmezhető. Helyesebb ezért, ha nem alacsony jövedelműekről, hanem szegényekről beszélünk, a szegénység körülhatárolásánál több tényezőt veszünk figyelembe, és szegénynek nevezzük azt, aki nem élhet úgy, mint a többiek. Ha így közeledünk a szegénység problémájához, tanulmányoznunk kell az érintettek, a szegények egész életformáját, és hát itt ez a kulcs szó, illetve az, hogy aki nem élhet úgy, mint a többiek, tehát, hogy a társadalmon belül sok egyéb válaszvonal mellett, amelyet a rétegződés, a pozíció, a hatalmi helyzet alakít ki, van egy nagyon fontos választóvonal, a többé-kevésbé biztosított egzisztenciákat a társadalom szegény kisebbségétől elválasztó válaszvonal, és ez a válaszvonal azt jelenti, hogy akik ezen túl vannak, a szegények, azok nem élhetnek úgy, mint a társadalmi többi tagja, mert az élethelyzetük olyan, amelyből egy teljesen más életforma következik, és ha ezt az életformát megismerjük, akkor megértjük az ő magatartásuknak,
a helyzetből, a szituációból fakadó értelmességét. Ebből a hozzászólásból óriási botrány lett. A Nagy Miklós szólt a Kulcsár Kálmánnak, aki a Szociológiai Intézet igazgatója volt, és ahol a Kemény akkor állásban volt, és azt mondta, hogy azonnal ki kell rúgni a Keményt. És a Kemény fölhívta a Nagy Miklóst, és mondta neki, hogy hát ezt így nem lehet, hát én folyik ez a kutatás, illetve több kutatás folyik, erre már csomó pénzt elköltöttünk, és ezeket be kell fejezni, mert még nincsenek befejezve. És hát akkor a Nagy Miklós fogadta őt Herceg Elvtárs társaságában, és mondta, hogy jó, akkor legyen úgy, hogy havonta meghosszabbított egy hónapra szóló szerződéseket kötnek, egészen a kutatás végéig, és utána megszüntetik, ami ugye teljesen abszurd, de mégis így történt. És közben a Nagy Miklós olyanokat mondott ezen beszélgetés közben, hogy maga veszélyezteti a kutatás szabadságát, mert a kutatás szabadsága az nem a publikáció szabadsága. Aztán azt is mondta, hogy vannak derék 56-osok, akik megértették az idők szavát, és akik jobb útra térnek, azoknak elfelejtjük, azokat becsüljük. Nyilvánvaló, hogy itt fölajánlottak neki egy alkut, de ő ezt az alkut nem fogadta el. Igen, tudom, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kifutottam az időből, úgyhogy most már igyekszem iszonyú röviden tovább haladni. Volt ezzel a... Tehát már ez a helyzet volt, de akkor még lett még egy botrány, valaki csinált a kutatás keretében egy interjút, azt az interjút megjelentette a Valóságban, a Kemény mondta neki, hogy csak akkor jelentesse meg, ha nem derül ki, hogy hol készült az interjú, de mégis került egy lábjegyzet, amiből kiderült, és akkor aztán a KSH-ban, ahol tulajdonképpen a szegényvizsgálat folyt, és botrány lett ebből, akkor azt mondta neki az Illés János, akivel egyébként addig jobban volt, hogy az rendben van, hogy meg akarod dönteni a rendszer, de miért ilyen ügyetlenül, és akkor tulajdonképpen itt ez a dolog többé-kevésbé befejeződött. Még volt egy munkáskutatás, amelyet a Lackó Miklós tett lehetővé a Történettudományi Intézetben. Annak volt egy munkahelyi vitája, amit már kifejezetten azért hívtak össze, hogy őt hát megbélyegezzék, és indokokat vonultassanak meg fel a szociológiából való eltávolítása mellett, és hát ez meg is történt, valóban voltak olyanok ebben a vitában, akik hajlandók voltak ellátni ezt a feladatot, és így módon a magyarországi további kutatói pályafutás lehetetlenné vált, és ekkor határozta el 77-ben, hogy Franciaországba távozik. Franciaországban az alapproblémája neki az volt, hogy ő mindig csak az empirikus kutatás vonzotta, tehát a kulturális antropológiai eszközeit felhasználó mélyinterjús, résztvevő megfigyeléses terepmunka, és hogy ez ott reménytelen lett volna, hiszen ahogy Magyarországon meglátott egy szárítókötélre kiakasztott ruhadarabot, és rögtön tudta, hogy hol van, tehát azonnal látta az összefüggéseket, ugyanez Franciaországban nyilvánvalóan nem volt lehetséges, ezért kapott olyan nagy szerepet az ő kinti életében a szabad európás tevékenység, ahol először az vonzotta, hogy olyan dolgokról lehet beszélni a rádión keresztül a magyar társadalomnak, amelyről otthon soha nincs szó. Később pedig, amikor Magyarországon már részben egyébként az ő működésének is köszönhetően egyre inkább fellazult a cenzúra, de hát ebben persze a szamizdat megjelenése is nagyon nagy szerepet játszott, akkor
elsősorban azt tartotta feladatának, hogy reagáljon az otthoni fejleményekre, hogy arról elmondja a véleményét. Ennek az időszaknak a végén, tehát már a rendszerváltáshoz közeledve például nagyon intenzíven, amellett érvel többször visszatérően, hogy a rendszerváltás után nagy koalíciót kellene alakítani, mert hogy itt olyan súlyos döntéseket kell meghozni, amihez nagyon széleskörű társadalmi egyetértés szükséges, mert különben ebből nem lesz semmi. Na most még 1988-ban is ő egyáltalán nem volt biztos abban, hogy hazajön, mert azt mondta, hogy hazamegyek, és akkor jönnek a szokott magyar hülyeségek, hogy a Grósz Károlyt Grósz karcsizzák, hogy arra a rémes helyzetre, ami Romániában van, és ami a magyar kisebbséget különösen súlyosan érinti, abban a helyzetben ugye az jön elő, hogy édes Erdély, itt vagyunk, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon bizonytalan volt még 88-ban is abban, de végül úgy döntött, hogy hazajön. És ezzel kapcsolatban, most már tényleg csak egy idézetet olvasok fel, a leghatározottabban amellett foglalt állást, hogy itt a nyugati utat kell követni, nem lehet harmadik utas megoldásokban gondolkodni. Szóval az a vicc, hogy ez a kapitalizmus, amelyet az ipari forradalom hozott létre Angliában a 18. század második felében és a 19. század elején, megadta a lehetőséget arra, hogy Nyugat-Európa megszabaduljon a szegénységtől. Mert Angliában mondjuk 1780-ban olyan állapotok voltak, mint most Etiópiában, és ettől nem lehetett volna azzal szabadulni, hogy szocializmust vezetnek be, vagy önigazgatást vezetnek be, vagy a munkásság összetöri a gépeket, amit egy időben csináltak. Ehhez kellett a kapitalizmus, de miközben ez a kapitalizmus győzött, és a maga dinamikájával lehetővé tette, hogy a szegények túlnyomó része felzárkózzék, közben folytak a társadalmi küzdelmek is, és azoknak az ereje is kellett ahhoz, hogy ezt az eredményt el lehessen érni. És itt volt még egy a rendszerváltás utáni Magyarországhoz kapcsolódó megállapítása, tehát az, hogy Franciaországban miért lehet tüntetni, milyen egyesületet és milyen feltétekkel lehet alapítani, és így tovább, tehát hogy működnek ezek a szabadságjogok. Ez lehet nézegetni a kódexeket, de ezt nem a kódexekből, már a jogi törvénykönyvekből fogjuk megtudni, hanem a gyakorlatból, mert egyszerűen kialakult az a helyzet, hogy a rendőrprefektus vagy a belügyminiszter pontosan tudja, hogy meddig mehet el, még akkor is, ha nem tetszik valami, mert ha túllépi ezt a közmegegyezéses határt, akkor azonnal megbukik. Most azt gondolom, hogy hát a probléma az, hogy ez itt Magyarországon nem működött. És akkor zárásként még annyit mondanék, hogy azt mondta, ezt 88-ban mondta, ja nem, bocsánat, ez 90-es évek elején egy szegedi előadásban mondta, hogy ma senki nem akarja megdönteni a kapitalizmust. Volt olyan idő a nyugaton, volt olyan idő, amikor sokan meg akarták, de most senki nem akarja, de majd eljön az idő, hogy meg akarják dönteni megint. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen!